Hú, de éhes vagyok! Nagyon finom! Tedd csak az asztalra! Ami ezt az asztalt illeti, uram, ön és kedves csapata már több mint egy hete itt vannak. Ezzel rendeztem is a számlát, jó ember. Tudod, itt mennyi jattot szokás hagyni? Tudod, hogy nem megy a számolás? Nem tudom, te hogy gondolod, de én nagy lelkű leszek. Legyen mondjuk, 20%? Felülmúlhatatlan nyomozói képességemmel garantáltan állíthatom, hogy Lucky és Lód kifejezetten közel vannak. Ez biztos Pronto. Kifejezetten biztos. Nem, nem ez. Menjünk. Állj meg, fiam! Most nincs szükségünk a segítségedre. Ezt komolyan mondja? Tudjátok, városunknak saját hőse van. Igaz, hogy jó pár hete valami messzi földeken kalandozik, de amint hazatér, az összes kemény legényt elzavarja innen, meglátjátok. Ő minden idők legnagyobb Slug harcosa. Minden idők. Valóban? Hát akkor alig várom, hogy megismerjem. Ki ő? Szép látvát nyújtok a fájó szemeknek. Inkább a fülem fáj. Ilyen. Sziasztok, emberek! Hiányoztam. A Slink király. Őt akarják beküldeni Luck és Lód ellen. Ennek nem lesz jó vége. Slugterra. A Slink király. Biztos nem kell a segítségünk, király? Mégis milyen Slink király lennék, ha nem bírnék el néhány banditával? Mi ketten már párbajoztunk, és veszítettél háromszor egymás után. Ezt a nyafogásodért, ezt meg a nagy tolásodért, és ezzel én nyerem a párbajt. Hát igen, Trixie. Ez is része a stratégiának, mellyel elterelem az ellenfél figyelmét. Mint ahogy tettem a csavaróssal és szánalmas sikertestvérével, abban a párbajban meg már legendaként él az emlékezetekben, de ezt már mindenki ismeri. Mondd el még egyszer, mondd el még egyszer! Hallani akarjuk! Mi lenne, ha a többi Slinger mesélne megtévesztő taktikámról? Értem. Beszélhetnénk négy szem közt, felség? Ha? Értem én, hogy te vagy a barlang hőse, és hogy mindenki felnéz rád, de... Na, hogy felnéznek. Nem sok szórakozási lehetőség adódik számukra erre felé. Sokak számára én jelentem a reményt, az álmokat, a kalandot, egy csodálatos életet. Igen, értem. De azok a fickók az étteremben nem akármilyen harcosok. Azok ott Dr. Black legkeményebb katonái. Nézd, Eli. Tudom, hogy a képességeim nem olyanok, mint régen. Na, voltak is valaha. De ha most bemész oda és megmented a várost, mint ahogy mindig is teszed, akkor velem mi lesz? A Slink király! A Slink király! Ezek az emberek tőlem várják a megmentést. Ez a munkám. Csak ez van nekem. Eli, nem hagyhatjuk, hogy egyedül szálljon szembe a fickókkal. Élve eszik meg, és a sípcsontját használják majd fogpiszkálónak. Talán van más megoldás. És ha sikerül, egyetlen lövés nélkül távolítjuk el Luckot és Lódot a városból. Ez a város a miénk, és ezen még a Shane csapat sem változtathat. Igazad van, feladjuk. Eli,
Megmondtam, hogy én majd elintézem. Lépjetek hátra, majd én elkapom ezeket a huligánokat. Mert te ki vagy? Mondjátok el nekik. A Slink király! Mi? A Slink király? Most komolyan? Még sosem hallottatok róla? A távoli vidékek hőse annyira félelmetes, hogy a maga Tadeusz Black is fél kiejteni a nevét. Hát, még sosem hallottam Dr. Blacket róla beszélni. Pontosan! Sorozatban 6-szor győzött le egy rossz fegyverrel és néhány nyomi flopperrel. Nektek most annyira végetek! Bocsi király, tudjuk, hogy ezt egyedül is elintézed, mi félre is állunk az utadból. Szerinted a fickó tényleg olyan jó? Még szerencse, hogy időben szólt a Shane csapat, ha ez a király állítólag jobb harcos, mint ők! Talán jobb lenne máshol letáborozni, mielőtt az állítás bebizonyosodna. Ez az! Hát rájátok. Talán örülnétek egy kis ajándéknak a bulihoz. Ha? A ráz csörget és fut. Futni fogtok, ha tudjátok, mi a jó nektek. Most mit művel? Az ütés csap! És végezetül a csillagmintás tüzi játék! Anyu! Ez szerintem hiba volt. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Na, elég volt, fiúk. És kezdődik. Nem haltunk meg. De még csak meg sem sérültünk. Ő nem más, csak egy egyszerű sarlatán, és ráadásul szélhámos is. Szép műsort adtál elő, de lássuk, hogyan boldogulsz a nyers gúlerővel. Nem, Trixie. Ha most segítünk, akkor teljesen oda a hírneve. Te jössz, tesóka! Most muszáj lesz szembenéznie a vereséggel. Az a két fickó meg fogja segítségedni. Nos! Ez nagyon szórakoztató volt, de a jó dolgok is egyszer véget érnek. Mint ahogy te is, király. Nem hagyhatod, hogy megöljék. Jó vagyok, nem kell aggódni. Ugyan, nem gondolhattátok komolyan, hogy hagyni fogom. Ahogy a király is mondta, nem kell aggódni. A győztes mindent visz, királyom. És ebből a kastélyból kiváló székhely lesz a Black művek számára. Most már aggódsz? Mert én igen. A barlang meghódításával biztosítottátok a belépést a távoli vidékre. Azok a feltáratlan barlangok rengeteg rejtélyt tartogatnak, melyeket szeretnék én feltárni. Végül csak hasznosnak bizonyultatok. És még a Shane csapatot is sikerült lerázni. Micsoda? Azt mondtátok, mindent elintéztetek. Balondot csináltok belőlem. Nem, uram. Dr. Black, szerencsénk volt. A barlang védelmét egy helyi fickóra bízták, aki többé már nem jelent gondot. A hely most már biztosítva van. Jó, de ha valami mégis történik, felelni fogtok érte személyesen. Nem értem. A Slink királyt senki sem győzheti le. Mindig ezt mondtad nekünk. Minden bizonnyal ez is az egyik taktikád része, ugye? Pontosan, kölyök. Leteszteltem a tudásukat, és méltó ellenfeleknek bizonyultak. Én most visszavonulok, vagyis technikai szünetet tartok, hogy megtervezzem következő lépésemet, és most kiszabadítana valaki ebből az izéből? Valaki? Itt vagy még, kölyök? Hogy léphettél közbe, Eli? Miután megkértelek, hogy ne tedd?
Ha nem tettem volna, most te sem lennél itt. Akkor legalább dicsőséggel halok meg, és nem vallok szégyent az embereim előtt. Mikor kergeted már végre el a huligánokat, király? Alig várom a visszavágót. Úgy tűnik, szívesen adnak még egy esélyt neked. Ám ezúttal sikerülni fog. Igen. Igen, valóban. De ezúttal nem térhetsz el a tervtől. Na és mi lesz a terv? A király bevágtat a palotába, kiiktatja az őröket, és ráveszi Lakot és Lódot, hogy távozzanak. Örökre. Legalábbis látszólag. Ah. Minek nekünk árulha, Eli? Nem ismerhetnek fel. Lak és Lód, ahogy mindenki, azt hiszik, elmentünk. A terv csak akkor működik, ha úgy tűnik, a királya megmentő. És valóban ő mennek minden? Hát, mondjuk. Van egy kis gond. Ezek a cipők passzolnak a ruhámhoz, vagy esetleg túlságosan passzolnak? Gyönyörűen nézel ki, Pronto. Az a lényeg, hogy beleolvadjunk a környezetbe, és senki se vegye észre, hogy a király kap egy kis segítséget. Tudom, hogy most kissé össze vagytok zavarodva, de ne aggódjatok. Hamarosan visszahódítom a kastélyomat, és olyan győzelmet aratok, amely olyan legendás lesz, mint a csavaros férfi és ikertestvérének legyőzése. Meséltem már? Meséld el! Még egyszer! A király megnyugtatta a várost. Most már csak a kastélyba kell bejutnunk, mielőtt odaér. De hát ott van Lak és Lódna, meg az őrök. Ez most komoly. Ennél keményebb helyekre is bementünk gond nélkül. Indulás? Menni fog? Az első sorba vegyétek a jegyeket, mert ez lesz minden idők legnagyobb párbaja. Micsoda koszfészek! Egyetértek, testvérem. Alig várom már, hogy levakarjam magamról a port. Ez a barlang túl kicsi egy Lak és Lód számára. A Hampton Pitúval nem vesznek észre minket. Olyan szlagokat választatok, amelyek elvegyülnek a király szlagjai között. Az nem lesz nehéz a sok villanás között. Jól van, srácok. Gyorsan, simán és furfangosan. Ez pont három a sok keresztnevem közül. Igen! Te vagy a legjobb! És csak kikér még egy kicsit. Úgy látom, a járdára ráfér egy kis söprögetés. Ha? Igen, épp ez a szlák kell a házam kitakarításához. Kapd el őket, királyunk! Ez az! Szép volt! Te mit keresel itt? Kitakarítom a házat. Na, hogy haladok, emberek? Mintha a szlágjai sokkal erősebbek lennének. Köszönöm szépen. Nincs mit, de tartsd nyitva a szemed. Valami történik. Visszafoglalás. Ez történik. Tudod, még nagyon sok mindent meg kellene tanulnod. Kár, hogy már nem lesz rá alkalmad. Ez szagolt koma. Látjátok, barátaim, így kell ezt csinálni. Mi van? Visszajátszást kértek? Egész jól elbántál az üzlettársaimmal. Lássuk, hogyan boldogulsz velem. Meglepett az érkezésem. Miután az üzlettársaim tájékoztattak a barlang elfoglalásáról, várható volt, hogy előbb-utóbb megjelenek. Szerencsére épp jókor érkeztem. Szerencsére nekem. Eli, muszáj közbelépnünk. A király eddig boldogult egyedül. Mondjuk. Mondjuk. De az a doktor Black. Szóval, te egyedül felelsz a történtekért. Hát,
többé-kevésbé. Nos, gondolom, nagyon kellemes volt, amíg tartott. De most már vége. Ha pont most leplezzük le magunkat, a király sosem éli túl azt a szégyent. Egy harcos becsületénél nincs szentebb dolog. Főleg a saját barlangjában. De Eli, a becsületet ki kell érdemelni párbajjal. Nem falaszhatunk neki örökké. Udvariasságból legyen tiéd az első lépés. Fogadd ezt apró ajándékként, vagy utolsó kívánságként. Akárhogy is, az emberei szeretik őt. Nem akarom látni, ahogy az élete munkássága összeomlik. Ha nem lépünk közbe, az egész élete fog összeomlani. A városról már nem is beszélek. Tudom, hogy igazatok van. De hadd próbáljam meg még egyetlen egyszer. Hát jó, akkor hadd szóljon a móka. Én nem vagyok olyan naív, mint ezek a félnótások. Hát, te nem egyedül párbajozol. Én senki más nem látok itt. Ezt az Infernust bármikor felismerem. Te segítséget kapsz méghozzá Eli-től. Attól tartok rajta, kapod Dr. Black. Igaza van, tényleg segítséget kapok. Hát jó. Akkor ideje színpadra lépni. Ó, hát itt is van a bábmester. Kösz, hogy megpróbáltad, Eli, de úgy tűnik a játéknak vége. Sajnálom, király. Én csak meg akartam menteni a barlangot és a becsületet. Most már egyiket sem fogod. Utolsó ajánlatom. Adja meg magát a város, és senkit sem bántok. Ám ha párbajoznom kell. Szeretünk, királyunk! Ne engedd, hogy az a rossz bácsi megijesszen! Megadni magunkat? Sajnálom, Dr. Black, de nem ismerem e szó jelentését. Akkor hadd tanítsam meg neked. Hadd mutassam meg, hogy győztem le a csavaros férfit valamint. Ikertestvérét egy párbajban, mely máig legendaként él. Sosem hallottam róla. Viszlát, felség. Ha a királyt akarod, akkor minket is le kell győznöd. Még most is egy csaló, gyáva embert védtek, aki mindvégig hazudott nektek nagy tetteiről és kalandjairól. Gondolod, hogy mi ezt nem tudjuk? Épp ezért szeretjük. A vicces történetei nélkül már megbolondultunk volna itt a semmi közepén. Még én is tudom, hogy ezek csak mesék. Viszont nagyon jó mesék. Köszönöm mindenkinek. És sajnálom, hogy a sok füllentésemnek ez lett az eredménye. Ó, megható, szívszorító, émeítő. Egy akadály vagy száz, akkor is enyém lesz a barlang. Kapjuk el őket! Úgy tűnik, az összefogás sikerrel jár. Add fel, Black! Ez a barlang sosem lesz a tiéd. Hozzátok a Gatlerömet! Most! Kapjátok el Lakot és Lódot! Én elintézem Blacket! Na! Ha tetszik, ha nem, ez a barlang fogja jelenteni az egyetlen kaput a távoli vidékhez. Mindenki látta ezt a lövést? Azt hiszem, megmentettem a napot? Jobb, ha most lelépünk, doktor! Hihetetlen, milyen merészséggel álltál ki egyedül Black ellen. Nem voltam egyedül.
Barlangunk ereje az emberek összetartásában rejlik. Én csak egy picike borszem vagyok hozzájuk képest. Annyira picinek nem mondanám, de biztos nagyszerű. A dolgok jól végződtek egyelőre. Blacknek szüksége van valamiért a feltáratlan barlangokra. És biztos vagyok benne, hogy vissza fog térni. Legközelebb azonnal segítséget fogok kérni. Lehet, hogy nem én vagyok Slugter a legjobb harcosa, de én vagyok a legszerencsésebb. És erre a történetre mindenki emlékezni fog, felség. Magyar hangok. Penke Bence, Pálfai Péter, Markovics Tamás, Pekár Adrien, Papucsek Vilmos, Forgács Gábor, Berkes Bence. Magyar szöveg Kocsis Enikő, gyártásvezető Bárány Judit. Rendezőasszisztens Birgiszer Kinga és Hevesi Péter. Szinkronrendező Mészáros Károly. A szinkron a Megamax megbízásából a BTI stúdióban készült.